Másfélről két milliárd köbméterre növelik a hazai gázkitermelést, kiviteli tilalmat vezetnek be az energiahordozókra, az átlagfeletti villany és gázfogyasztásra pedig piaci árat számolnak majd fel. Mindez szerepel az energiaveszélyhelyzet miatt kihirdetett intézkedések között. Ha az árak az egekben vannak, az ellátás akadozik. Gazdasági értelemben rendkívüli állapot köszöntött be. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón kifejtette, a háború és a szankciók miatt az elmúlt évben 5-6 szorosára nőtt az energia világpiaci ára. Most mindenkivel és minden olyan magyarországi szereplővel, aki tud tenni annak érdekében, hogy az energiaellátás biztosított legyen, és ugyanígy Magyarország polgáraival is össze kell fognunk, és azt is világossá kell tennünk, hogy aki az átlag felett fogyaszt, azt arra kell kérnünk, hogy mérsékelje a fogyasztást, hogy pedig fizesse meg a piaci árat. A csökkentett gáz és ára már tehát csak az átlag magyar háztartás fogyasztásának mértékéig marad meg, tette hozzá Gulyás Gergely. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók egy hónapban mindössze 210 kWh áramot és 144 köbméternyi földgázt vehetnek igénybe a rezsicsökkentett áron. Aki túlépi az előbb említett mennyiségeket, az a meghatározott szintig még a rezsicsökkentett árat fizeti, ezen felül viszont a piaci árat. Most rezsivédetten egy átlagfogyasztó. Tehát akinek ekkora fogyasztása, a villany tekintetében 7750 forintot fizet. Ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor 50833 forint lenne a villanyszámla. A szerdai kormányinfo után a HVG összegyűjtötte az olvasójától feltett kérdéseket. Sokakat érdekelt, hogy ha valaki árammal fűt és egyáltalán nem használ gázt, akkor is érvényes erre a havi limit. Gulyás Gergely szerint igen, hiszen nincs jóváírás. Magyarán, ha valaki a havi rezsicsökkentett mennyiségnél kevesebb gázt használ el, nem kap cserébe több rezsicsökkentett áramot. A miniszter a kérdésekre válaszolva elmondta még, hogy a távhőt használó családokra nem vonatkoznak az intézkedések, valamint a nagy családosok több gázt használhatnak rezsicsökkentett áron. A villanyfogyasztás esetében azonban nincs emelt keret. Az általánnyal kapcsolatban is merültek fel kérdések a kormányinfót követően, erre azonban még nincs egyértelmű válasz, az viszont biztos ez esetben is, hogy aki átlépi a havi limitet, annak a töbletet piaci áron kell megtérítenie.